Karcsi Abátszalókról érkezett a társaival együtt, 7 éves kora óta focizik, most is nagy reményekkel jöttek a nyíregyházi versenyre. Én 3 éve vagyok nevelőszülőnél, jól érzem magam, előtte voltam 5 évig intézetben, azelőtt meg még egy nevelőszülőnél, szóval otthonról elkerültem 6 éves koromba, és ez valamilyen formán jó, mert megtanulok így beilleszkedni a társadalomba, meg más embereket megismerhetek és focizhatok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 2500 gyermek él állami gondoskodásban. A gyermekek most a kialakított jogpontokon tematikusan az őket megillető jogok mentén kaptak játékos formában tájékoztatást, többek között a kapcsolattartáshoz, a megfelelő egészségügyi ellátáshoz vagy a védelemhez való jogaikról. Ennek a rendezvénynek pont az a célja, hogy a jog tengerében eligazodni nem képes fiatalok számára olyan tájékoztatást adjon, amely biztosíthatja azt, hogy egyébként szerényebb és gyengébb jogérvényesítő képesség során segítséghez juthassanak, ha bármilyen jogsérelem éri őket. Az Országos Betegjogi, Ellátott Jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ gyerekképbe elnevezésű jogtudatosító napját 2 hónapon keresztül az ország 7 régiójában szervezik meg. Ez a rendezvény azt gondoljuk, hogy hiánypótló, hiszen ilyen országos jellegű focitorna, tájékoztató jogokról szóló tájékoztató rendezvény nincsen az országban. Rekorder idén ez a nyíregyházi helyszín, hiszen közel 600 gyermek regisztrált, és 12 csapat részvételével zajlik, 3 megyéből, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyéből érkeztek gyerekek. A roadshow május 19-én Budapesten átfogó szakmai programmal és a labdarúgó bajnokság országos döntőjével zárul.